goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on. Oh,
through the sun rays and the till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
Hát hello, hello, szép jó napot kívánok mindenkinek. Megjöttem. Ha azt mondom, hogy egy picit sikerült elaludnom, akkor az már csak a szokásos, illetve 3 másodperccel ezelőtt még az ablakot csuktam be, úgyhogy hello, Lara, hello, figyeljte. Csonti, Fanni, hello, hello, sziasztok. Jaj. Nem megy nekem ez az időrekelés. Ja, hogy nekem hogy sikerül mindig az, hogy ilyen későn kelek? Hát ez egy nagyon egyszerű oknál fogva van. Én éjszaka sejtettem, hogy elalvás lesz. Ugye arra? Hát igen. Na szóval így jár az, aki éjszaka is dolgozik. Egy kicsit előre haladtam, mert olyan dolgokat csináltam, amire egyébként még semmi szükség szerintem. Hello DJ Zsolti, hello, hello. Boldog új évet mindenkinek. Ja. Na, de hogy mit is csináltam? Érdekel titeket? Megmutassam? Szeretnétek látni? Te mindig elalszol. Köszi, Fanni. Ez most fájt, ugye tudod? Ez most lelkileg tiport meg. Hello, Frici. Nem érdekel. Sziasztok. Köszi, Frici. Köszi. Pedig annyit dolgoztam vele. Köszi. Lara, felkiáltójal akarom. Igen, szeretem ezt hallani. Na, azért nem érdekel? Áú, ez fájt. Na, egyébként mindenkinek szeretném megköszönni a rengeteg sok támogatást, az, hogy itt vagytok. Holnap érkezik az új monitor. És reméljük, akkor két monitorral már kicsit kényelmesebb lesz. Igen, a káváriát már mondtam, de az a lényeg, hogy jön holnap. Na, és monitor kábel is van. Hello, Novitki, hello, hello. Na, mindjárt megnézzük akkor, hogy én ezt meg tudom-e nektek mutatni, anélkül, hogy itt felfordulást okoznék a rendszerben. Szerintem nem. Szerintem nem, úgyhogy most nem fogok vele vacakolni. Erre majd kitérünk egy másik nap, mint szóltok. Hello, gentlemen. Igen, ereztem még a fejem, de ma túl fáradt vagyok, hogy visszamenjek. Ez igen, Csonti, kitartást. Közben keverem a kávét. Na, hello, hello mindenkinek, akinek még nem köszöntem volna, annak kétszeresen is. Köszi, Fanni, mindjárt hidratálok. Még próbálok odafigyelni, hogy valami értelmeset is beszéljek. A lényeg, hogy mindjárt akkor neki kezdünk és RP-zni fogunk. Nem gondoltátok volna, mi? Sok hidratálás kell ma? Ma is? Na, úgyhogy most gondoljatok bele, még hogyha kamera lenne. Kell az nekem most? Őszintén is kell az nektek, hogy itt szaladgálok, mint pók a falon, és na, szóval meg olyan fejjel, mint aki egy hete nem aludt. Szerinted ma lesz lövöldöző? Fogalmam sincs. Megmondom őszintén, nem tudom. Na. Nézzük, hogy betöltötte már ez a gyönyörűség. Nem tudom miért. A fájvem... Ami jogos, hogy nem alszol túlzottan sokat. Ez tény. Ez tény, Lara? Tényleg nem alszok túlzottan sokat. Én tehetek mindenről. Hát, de azért igyekszem.
Na nézzük. Ez az, na végre belépett. És akkor mindjárt láthatjátok ti is. Jézus. Általában 2 körül alszok el, és általában 9 körül szoktam kelni, de ilyenkor is még mindig álmos vagyok. Fanni. Most mondjam, hogy én mikor aludtam el? Biztos, hogy te tudni szeretnéd? Hello, Zargerian. Hello, hello. Hát köszi ezt a gyönyörű kecskét. Na, elméletileg látnotok ki kellene. Na. Nehezen hozza be. Nem 5-kor. 5 óra körül. Köszi, köszi. Hát most kelleni is fog, hogy felébredje. Jó, karácsonyi zene megint. Na jó. Addig hallgassátok ezt a gyönyörűséget. Valaki bekövetett. Üdv köztünk. Hát FB valaki, köszi a követést, érezd jól magad itt nálunk, hello, hello. Szilam háték, köszi a hangot, hello, hello. Bekövetett. Üdvköztünk. Üdvköztünk, Wolf. Hello, hello. Na. Ó, hát itt is ez a csodálatos férfi. Nézzétek meg. Hello, hello. Köszi, köszi. Köszi a hangot. Na. Tegnap hol hagytuk abba? Hát tegnap ott hagytuk abba, hogy őrjáratoztunk, és itt nekem maradt még 2 kaparós, úgyhogy kezdésnek ezt le is kaparom. Aztán megkeressük, vagy megpróbáljuk felhívni telefonon Margot, meglátjuk, hogy itt van-e a városban. Ha nincs, akkor szomorkodunk Conti helyett. Na. Hát persze 0 csurint. És még egy. Az Argerian, szeretnéd, hogy búgjak? Lara, te is. Úristen. Vakarós sorsjegy, az bizony. Hello, Mizu. Üdvözöllek Csudapest első ASMR streamjén. Nem ASMR, ASMR. ASMR bárki tud. ASMR-t viszont csak én. Hát ez... Jaj. Ez olyan szar, hogy az már szép, nem? Fiúk, lányok. Na nézzük. Hát, ez is 0. Csodálatos. Kicsit alkottál. Na nézzük, mit alkottál. Pillanat, fiúk, lányok. Aha. Igen, látom. Hát, én azt mondanám neked, Wolf, hogy ezen gondolkodj még el. Ez szerintem nem az, amit te látni szeretnél. Vagy amit a nézőid látni szeretnének. Hidd el nekem. Még amit én használok, az sem. Az sem az igazi, de... Képzeljétek el, attól függetlenül, hogy nem aludtam eleget. Jede 20-12. Bekövetett. Üdv köztünk.
Ütköztünk, hello, hello. Hello, ja te. Ütköztünk, érezd jól magad. Meg ilyesmi. Na, egy laza zuhannya kezdünk. Nem tudom, gondoltátok volna, hogy dudorászik a zuhany alatt Kontár Béla? Nem? Na. Minden problémától mentesen szépen megindulunk Budapesten, és meglátjuk, hogy tényleg a legfontosabb. Markó? Igen, most én is ezt mondanám. Jó nagyot? Hát jó nagyot. Köszi a hangot, Real Wolf. És jó nagyot neked is, Real. Hello, hello. Én is elpézek, csak én jelenleg a Red Light-on vagyok. Hát ez ilyen. Teljesen mindegy, hogy melyik szerveren nyomod. RP-zel az a lényeg. Mindenki szereti az RP-t. És ha véletlenül megkérdeznétek, hogy miért Csudapesten játszom, mert én ezt szeretem. Szerintem ez a legjobb szerver, és ennyi. Lehet, hogy a többi is jó, szerintem ez a legjobb. Ennyi. Valamikor el kéne menni kondizni szegény Bélával, mert hát eléggé lecsökkent neki a zálló képessége. Koba alulvonás TTV. Bekövetett. Üdv köztünk. Üdv köztünk, érezd jól magad, hello, hello. Ja. Minden szervernek megvan a maga jó és rossz tulajdonsága. Így van. Tökéletesen leírtad, amit én mondani szerettem volna. Ez tökéletesen igaz. Nincs tökéletes szerver, de talán ez így is jó. Vagy így jó. Na. Azért igyekszem felpörögni szépen lassan, csak hát még ugye az ébredés, meg hasonlók. Gyitya, gyere ide. Szia, szia. Na, Mizu. Nem tárgyalsz velem? Gyere. Tárgyalj velem. Nem. Igen, igen. Hát szeretjük a cicákat amúgy is. És nincs ICOC keverés. Kontár Bélának nyula van. Csak mondom. Ha valaki nem tudná. Nem emlékezne rá. Úgyhogy állatbarát. Vajon ki emlékszik rá, hogy hogy hívják Kontár Bélának a nyulát? Nem megyünk most kaszinózni. Hát tudom, Blazius, hogy tudod. Hello, hello. Ezer éve nem láttuk ezt a vadállatot, igaz? Hűha. David Water már írja is, hogy tizedes. Bizonyám. Na, Jete pedig a következőt írja. Nekem tetszik maga Csudapest is. Egy ideig ott is voltam. Nagyon éltem. Csak a barátaim miatt mentem át mostanra. Van egy teljesen kifejlett maffia szervezetem.
Amúgy én is streamelek, de no reklám. Köszi, Ete. Hello, Neudodó, hello, hello. Vigyázzatok, mert admin van a cseten, vigyázzatok. Húzz egy lap. Húzz egy lap. Bekövetett. Üdv köztünk. Húzz egy lap. Köszi, hogy bekövettél. Hello, hello. Mit gondolsz? Discordon felvetett karakter vájpolásról. Fogalmam sincs, még nem olvastam. Nem volt rá időm. Nem tudom. Figyeljetek, ti azt hiszitek, hogy... hogy is fogalmazzak, hogy én tisztában vagyok Csudapesten történő minden dologgal. Nem. Nagyon nem. Illetve most van itt egy hisztis macska mellettem, úgyhogy ne csodálkozzatok, hogyha nyávogást hallotok. Az sosem rossz, ha van egy admin a chat. Jaj, csak viccelek, persze. Én nekem, ha valakinek, én nekem aztán semmi problémám nincs. Erőt, egészséget. Erőt, egészséget. Igen, igen, hisztis cica. Igen. Hello, Staft, hello, hello. Én feljöttem irigykedni. Most miért, ne udodó? Mire irigykedsz? Őszintén. Egymás közt. Hát mire tudsz te irigykedni? Ugyan már. Mi történik, amire lehet irigykedni? Mondjuk most elaludtam, szóval... Mi van? Ja. Képes vagyok ilyenre, hogy elalszom. És most tárat is veszünk magunkhoz, mert tegnap elmentem útszolgálatba. Képzeljétek el, hogy nem volt nálam tár, és be se töltöttem a fegyvert. Hát ez... I need a man. 34 néződ van kora délután, amikor RP-zel. Hogy lehet jelentkezni a szeróra? Húzz egy lap, felkiáltójel szerver, kihozza az üzenet, vagy a parancs kihozza az összes olyan dolgot, amire szükséged van. Nagyon egyszerű egyébként. Real the Wolf. Hát igen. Ez ilyen. Nem tudunk mit csinálni velük, cica. Na, mit akartam? Egyszerre akartam három dolgot mondani. Neudodó. Ha én RP-zek, akkor vannak öten. Nem tudom, figyelj. Én is megfigyeltem már. De nem hiszem, hogy bármilyen irigykedésre adna okot. Biztos van oka, hogy ennyien itt vannak. Nem tudom. Múltkor megbüntettetek. Staft, soha. Soha nem tettem ilyet. Kontár Béla soha nem büntet meg senkit. Kivéve tegnap azt az úriembert, akit hát hogy is fogalmazzak, kétszer? Háromszor? Hát egy párszor megbüntettünk, szerencsétlen. Ugye? Az időszak, amikor streamel, nem sokan streamelnek Csudapesten. Igen, Frici, így van. Így van. Úgyhogy... Én is csak ezt tudom mondani. Kontár Béla 18, erőt, egészséget. Erőt, egészséget. Mint Ludas Matyi háromszor velem vissza, hát jó. De mi soha nem szoktunk megbüntetni senkit.
Szeretnék érdeklődni, hogy tudok-e valakihez csatlakozni. Sír vagy. Bekövetett. Üvköztünk. Üvköztünk, hello, hello, érezd jól magad. Vétel szerintem pozitív, azért jön ide a sheriff kollega hozzánk, hogy csatlakozzunk hozzá, mert ha jól néztem a jibobon, csak hárman vagyunk. Előtegészséget. Ha lejön, akkor megbeszéljük bővebben. Előtegészséget. Vétel Logan Capaldi, szolgálaton kívüli vezérőrnagy. Na. Amennyiben lövéseket jelentenek Forzenkúdóból, az csak én és Konta Jesse vagyunk, éppen fegyvertesztel is folyik vége. 14. Flashbang mikor lesz már? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Minden esetre erőt egészséget ma is. Erőt egészséget. Erőt egészséget. Ön eddig is főhadnagy volt? Igen. Hát már akartam gratulálni, de akkor nem gratulálok. Hát nem tudom mikor találkoztunk utoljára, de... Mondjuk az igaz, hogy Fanny mindenhol ott van. Ilyen karácsony óta. Lehet, hogy azóta nem... Na mindegy, minden esetre gratulálok. Köszönöm szépen. Kicsit olyan fura ez a tányérsakkal. Én nem erőltetni. Két esetőség van. Egy, tehát három. Vagy én megyek Lincolnba, és önök ketten, vagy önök is jönnek velem, vagy valaki megy Lincolnba, és maradék kettő együtt. Hát szerintem észszerűbb lenne, hogyha hárman mennénk egy járműben, nem? Szerintem is. Uh-huh. Jó van, hát itt az autó, akkor menjünk. Rendben. Valaki akar elvezetni? Igen, már jelentkezem is. Akkor hajra. Én csak ide hátra ülök és... Üljön, csak előre ülök én hátra. Hát... Tertesztettem volna már lábamat, tolvasgattam volna könyvemet, ugye? Igen. Annyi, hogy igen. Legyünk szívesek, Béla, elmenni a városházára kellenének nekem iratok. Egy hivatalos emberné nincsen izé? Tudja, még ott mielőtt elhagytam is. Utoljára a várost, előtte éppen a kórházba ébredtem az intenzíven. Tudom, nekem is hasonló volt, nekem is kellett mennem újra a izéket. Hát akkor rohadt nagy buli lehetett, baszki. Igen. Ez ilyen tegnap előtt volt, nem? Ez szintén összefolynak a fejembe. Egy városházat jelölne valaki, ha megkérem? Köszönöm, mert tudom, hogy merre van, csak lehet, hogy rövidebb az az útvonal. Hát a GPS-ben már nem bízok egy ideje. Hogyha szerinte egy centivel rövidebb az út, akkor már oda jelöli. Ez érdekes. Ez nekem is érdekes. Szerintem... Kapcsolja be a Trafifaxot, szerintem. Nincs rá szükség. Nem megy olyan gyorsan. Meg az autóból kiindulva előbb büntetjük meg másért. Igen. Yes. Igen. Mondjuk elég szabálytalanul ment. Amúgy most a hátsó bejárathoz jelölte, szóval... Ó, az nem probléma. Én innen már a városházat jelöltem be. Igen, általában mindig a hátsó bejárathoz jelöli. Már ott a közelebb. Mert itt előtte van egy nagy tér, mögötten is nagy tér. Jogos. Na. Ha, mindjárt jövök. Az úrémberre vigyázzanak kérdét. Rendben. Autót becsukom, nehogy bármiféle. Rendőröknek minek irat? Nekem sincs, pedig rendőr sem vagyok. Na hát, Frici. Miért érzem azt, hogy ma is érdekes napunk lesz? Mert az lesz. Hát igen. Ha már nem lövöldözünk egyet, akkor sem, ha sem. Ó, hát tegnap teljesen, hogy is mondjam, pacifista hozzáállással voltam. Amikor leadtam a szolgálatot, akkor láttam, hogy nem volt nálam lőszer. Hát de kollega, gondolom be volt töltve az összes a fegyverébe, nem? Reméljük. Ezt kell mondani ilyenkor. Megjött a fizu. Igen, igen. Ó, nagyon jó. Ezt szeretem hallani. Ezt én is. Mit körözgött itt ez az autó? A kérdés az jó. Jó, megindult. Kikapcsolom magam látra. Nem, fölösleges. Tisztelet, nyitom is. És zárom is. Ennyire vigyáznunk kell? Szerintem felesleges. Csak nem szedünk ki. Hát?
városházzal jönnek az új lakosok, és úgy gondolják, hogy be akarnak pattani az autóba, érti? Ó, annyi baj legyen, hát legfeljebb visszük őket egyből a rendőrségre. Hát, te se kintom, hogy szeretnél szélyesen élni. Hozzátad be, akkor mosítom ki. Na, valahogy csak megoldjuk. Hallják ezeket a lövéseket? Igen, az a baj, hogy hallom. Kórház másik fele. Szerintem is. Tudja, hogy működik ebbe az autóba a villogó, meg ezek? Nem. Ugyanúgy, mint a miénkben, nem? Lehet. Szerintem ez, ahogy látom, ránk nem vonatkozik. Ja! Igen, igen, akkor... Állj oda, büntessük meg. Megyünk is a fő publikhoz. Nem, hát ebben az esetben szerintem az a legjobb, hogyha lehetőleg messzebb kerülünk a helyszíntől. Szerintem is. Hát nem tudom, hogy hogy vannak vele, kedves kollégák, én annak örülök a leginkább, hogy nincs hó. John Lester, Törzsermester, 10-85. Hát akkor ebben az esetben igen, 10-19. Főha, nagy úr, átszűrő hozzá. Igen, viszont. Köszönöm szépen. Vissza, Vincent, Jack. Megszed, keresem a... Nem, én vagyok, Vétel. Vétel, felszedesett megvenni a kapitányt. Őha. Egyszerre két megyünk jelzés. Megyünk köné, Ákos át fog hozzá ülni, jó? Vegyen két autót, vagy majd Ákos kivesz egyet. Én vagyok a legnagyobb vizé most. Jampi. Még kaptunk egy segélykérést a kórházhoz? Szerintem azt vegyük figyelmen kívül. Szerintem is, a hármas banknál van az izé, de volt már kint egy egyébként Sandybe is. Ja, akkor. Vétel, Ákos, itt várunk szemtől. Hadi, jossz. És mi mehetünk is. Mi megyünk is. Én is vagyok. Sheriff Adam 22, 10-44, kód 3. Menjünk. Ne udodó, nem figyeltem. Hármas bank? Igen, amelletti volt, kód 3. Ez a kettő? Nem fogok szirénát kapcsolni, bár lehet, hogy most ez se kéne, mert az autópályán ránk húzzák akkor a lakosok a, hát az autókat. Hát de így nem fogunk kiérni. Ó, dehogy nem, mint a szél. Hát, hogyha lassan megy. Hát... Én elég érdekesen vezetek, ha szabad ezt mondanom. Szeret vakondozni, vagy hogy érti? Nem. Na mindegy, majd megtapasztalja. Lehetséges. Amikor azt mondom, hogy adjon gázat, fékezni fog, vagy? Ja, hát nem. Hogyha inkább azt fogja majd kérni, hogy fékezzek. Hát abból baj ne legyen. Inkább azt kérem, mint hogy azt kérjem, hogy gáz nyomjon. Ott már nagyon baj van. Szerintem fogja kérni, hogy fékezzek folyamatosan. Én nem fogom kérni. Oké. Okay. Én veszélyesen vezetek. Hogyha nem biztos az autóban, na jobb. Meg amúgy az autó ez nagyon stabil. Na, itt van a bótreblás. Vissza. Tudom. Nem látok gépjárművet, csak azért hát álltam meg erre. Kortle. Mert mögötte is lehet. Jobban nézzünk. Sheriff Adam 22, 10-97. Jó. Adam 2-97, 10-97. Vétel itt Adam 257, elnézünk a következő boltokhoz itt lent a hajókikötőnél. Boltos én. Rendben, jövök maga mögött, fedezem. Vétel pozitív, innen távozott egy autó, jó? Akkor megyünk, ezt hiszem. 10-40 az a... Küldjenek erősítés kérést. Hát ők is. Nálam nem mentünk neki viszont. Viszont a vezető látja. Au! Nem vagyok elom, menjen tovább. Ez nem volt olyan vészes, mint ahogy magán látszott. Ó, de higgyel, hogy nagyon az volt. Igen? Hát, au. Én csak ennyit tudok mondani, sokat nem éreztem belőle. Mm.
Jó, csak egy kicsit megszédültem. Mehetünk. 6 a terület. 4, akkor folytatjuk a járőrözést. 4. Akkor kapcsolja le a villogét, és akkor menjünk tovább. Hát akkor vissza a városba. Úgyis el kell menni szereltetni. Önt úgy látszik, hogy nagyon nem szereti a szinkron Jancsi, ugye? Engem kifejezetten utál. Ezért mondtam, hogy én velem nagyon jól járt, mert hogy is fogalmazzak velem, mindig ilyenek történnek. Semmi probléma. Ha azt mondja, hogy au, én is ezt fogom mondani, hogy au. Ha azt mondja, hogy nem au, akkor én is azt mondom, hogy csöndbe leszek. Hát szokott olyan lenni, hogy épp hogy elkerülök egy ütközést, és mások azt hiszik, hogy volt, és fordítva. Ez a város lakói 60%-ával így van, szóval nyugodjon meg, nem az ön hibája. Az a szerencse, hogy ilyen stabil ez az autó, különben már összetörtük volna magunkat. Ez az autó legstabilabb. Ennél stabilabb már csak az M3-as. Azzal leugrodsz egy hegyről, semmi baja nem lesz az autónak. Te meghalsz, de az autónak semmi baja nem lesz. Hát ez remek. Megnyugtatott. Ugye. Ki kell párnázni, és akkor önnek se lesz baja. Sheriff Adam, nincs 22, annyi párna. 15, csoda, mert 6, 18. Komolyan mondom, befékez előttem, megőrülök. De igen. Nem baj, egyszer meg lesznek csinálva, és akkor nagyon jók lesznek. Hát, remélem kicserélik a csippet az agyukba, mert elég bugyuták szegények. Hát ez ilyen. Annyi baj legyen. Igen, igen. Én már annak örülök, nincs hó is. Ez a legfontosabb. Igen. Én már csak egy dolgot várok. Közelről nézni a fegyvert, de hogy de azt de várom már, te jó Isten megeszi. Au? Nem volt au. A szemem au. Ja, szokott ilyen lenni? Nem. Az az érdekes, hogy nem. Hát hál' Istennek, én nálam nincsen gond. Jó ennek. Miért? De most miért nem Adam 303 van? Mert ő magasabb rangú tiszt. Lehet, hogy ez is ilyen Jancsi zóna volt. Lehet, előfordul. Na ezt viszont nézzük már meg. Érdekel, mi baj van. Tiszteletem, jó valaki az autóban? Nem, nem ül senki benne. Szerintem megpróbálok vele arrébb állni. Rendben. Lehet, hogy itt visszajön még a tulajjal. Meg kell nézni a kerekeket. A kerekek hibátlanok. Akkor jó. Lehet, hogy olyan kibár. Na, hirtelen gyorsulnak. Nem tudom, ez változó ki, hogy szereti. Hello, Liba, hello, Zotyó, hello, hello, Zotyó, Zsotyó, bocsi. És nagyon szépen köszönöm, Zsotyó, a 100 bitet. Hát, mekkora manó vagy. És ezt mondania kellett volna a... Bányász autó. A felolvasónak is, csak valamiért nem tette. De nagyon-nagyon ebből köszönöm. Ebből már csak vizé város lakók különnek. Menj még a villogó. Óvatosan, uram. Menj még a villogó. Tudom, direkt. Ja, jó. Kettő közé jó a BMW-sön. Keresztbe. Hello. De kettőt küldtek. Van egy, amire te mentél, meg van még egy is, arra mondták szerintem. Lehet, hogy 100 felett mondja. Nem. De figyelj, csak annyit tudok javasolni, próbáld ki. Egyébként hello mindenkinek, üdv itt köztünk, érezzétek jól magatokat, hisz csak ez számít. Szép jó napot a biztosra. Jó napot, jó napot.
Zsotyó. Hát nagyon szépen köszönöm a 200 bitet. Mekkora manó vagy. Úristen, hát köszi szépen. Itt ilyent nem nagyon szoktak ám csinálni. Nem mondja. Valamiért nem mondja. Majd megnézem. Szerintem nem jól állítottam be. Helyén nem szólsz kinyitom. Hát ez most véletlen volt csak. De nagyon szépen köszönöm. Én erről amúgy csak kapok értesítést. Fiúk, lányok, köszönjük tényleg, hogy annyian itt én vagytok. Nem. A rendőrök. Nagyon hálás vagyok. Sőt, csak a rendőrök, mi nem. Most várjunk, én is rendőr vagyok, most akkor mi a baj? Ja, rasszizmus, ennyi. Rasszizmus, az nem jó. De mi nem. El vagyunk hanyagol. Annyit állítgatsz rajta, hogy mindent elállítasz. Így van, Frici. Pontosan. Én folyton állítgatok. Na, hova tervezünk menni? Létrehozom 257, az urat be kell szállítani a kórházba, és bemegyünk vele, utána folytatjuk az eljárást az úr ellen, ami után ellátták. Rossz neki. Én nem tudom, hogy csak én nem hallottam, hogy volt közben más rádióbeszélgetés is. Hát ez még a banknál történtek, amikor elkapták jó, az jó. Embert. Értem, azt hittem, hogy azon már túl vagyunk. Nem. Jaj, hát ezt el kell mesélnem. Bizonyára emlékszik rá, hadnagy úr, hogy tegnap volt az a piros emberke, aki... Nem a gázoljunk, ez csak egy rendfokozott. Nem mindegy, akkor jó, hát akkor tegeződjünk, szóval... Főhadnagy úr, biztos, hogy emlékszel rá. Tegnap volt az a piros ruhás emberke, akinek a kocsiában mindenféle érdekességet találtunk. Igen. Aztán Sandyben még egyszer. Még? Hát azért a 400 csillagban azért az biztos, hogy tetszett neki másodszor. Meg is érdemelte. De hallottam, hogy utána meg a szülei ki akarták váltani, hogy mi a fene. Igen? Hát én ezt nem tudom. Nem, valami, hogy... Az apja valahonnan megtudta, hogy ő börtönben van, meg hogy ők beszélgettek telefonom előtte, hogy megy a rendőrökkel beszélgetni, és akkor ugye az apja nagyon okos ember egyből hívta a rendőröket, hogy mi van a fiával, és ugye a rendőrök egyből tudták, hogy kiről van szó. Kis Zsocsó, hogy nagyon szépen köszönöm, hát mekkora magó vagy. Miklós, vagy valami ilyen Miklós volt. Köszi. Aztán, hogy majd azt mondta a csávó a pomba, hogy jó van, majd el fog erről beszélgetni a fiával, de tényleg, hogy tudtam meg, hogy benn van a fia a börtönben, ez egy érdekes. Ugye? Ezek ilyen érdekes dolgok. Néha én is meglepődök azokon a dolgokon, amik így történnek a városban. Mert... Na mindegy. De tényleg, hogyha lenne flashbanging, az annyira megkönnyíteni az életünket egy csomó esetben. Hát én abban nem vagyok biztos, de... Raziana? Dehogy nem. Hát meg behatolásnál abban a pillanatban. Bedobsz egyet, vagy kettőt. Vagy az, vagy az összeset? Hát vagy az összeset. Csak vissza ne pattanni, hogy... egy visszapattan az autóra, azt utána már baj van. Nem tudja üldözni. Engedje el. Mi le volt. És az azt jelenti, hogy nem vonatkoznak rá a szabályok? Nem, az jelenti, hogy ha elkapjuk, akkor körbe fog állni 4 lila autó, és le fognak minket fegyverezni. Ennyit akar a lila járni. Hát szerintem ez nem túl jó eljárás. Ha szabad ezt mondanom, mert... Elméletileg mi lennénk a rendőrei? Gyakorlatilag is azok vagyunk, csak nem szeretnék meghalni, nem tudjon ezzel, hogy van. Ja, hát én is így vagyok. Hanem. Szóval akkor, hogyha lila járművet látunk, nem intézkedünk? Hát... De. Csak? Csak most kevesen vagyunk. Á, értem. De tudja mit? Legközelebb oda megyünk. Hát nem szeretnék meghalni.
Te, menjünk oda. Nyugodtan. Hát, most már ennyire akarja, akkor oda megyünk. Ugye nagyon akarom, de nem azt, hogy meghalljak. Na hát ezt én sem. Hogyha úgy látja a helyzetet, akkor elsietünk onnan. Ezek érdekes dolgok, nem fiúk? Hello, hello. Fehér István urat hello, letartóztattátok esetleg? Az kicsoda? Nem. Random ember, aki a börtönben van és ki szeretne szabadulni. Nem, most biztos nem. Nem ma, úgy összességében van erről valami feljegyzésetek? Nem tudom, meg tudod nézem. Nézni a jegyzőkönyveteket, Léci? Igen, 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 nézem. Fehér István? Aha, nekem gyanús, hogy tegnap láttam fent játszani, és ma a börtönben van. Fehér ruhás, azt mondod? Várj, gyorsan utána nézd. Fehér István. Milyen ruhában van? Öltönybe. Uh-huh. Jó, nézem. Nekem ilyen erről jegyzőkönyvem nincs. Vagyis így a frakinak. Nem tudom. Neked? Hát nagyon sok jelentés van, mire visszakeresem. Csak a mait meg a tegnapit nézd meg. Hát a igen. Tegnapit nézem éppen. Sok van. Igen. Hát mindenféle jelentések vannak persze. Tekerem vissza egy pillanat. Mit mondasz, hogy került oda egyébként? Hát lehet ez a börtönös bug, ugye, a szokásos. Jó, hogy ez vagy, egy bug. Hát néha, hogy az ja, emberek az a börtönbe. Vagy pedig egyszerűen megpróbálja kibekkelni a börtönbüntetést. Nem tudom, kinézni belőle? Ilyen kis gyerek? Bárkiból kinézem. Nem vagy beszéltem felmér. Vele még. Ja. Pár napja is úgy átvertek, mint a húzat. Igen? Ugyanaz ezzel a sztoriban? Hát, közmunka. Mi a neve? Kis... Fehér István. Ja, Fehér István. Nem találtam ilyet, Kis Lászlót okay. Találtam, meg ilyesmiket. De ez nem jelenti azt, hogy nem lehet betéve, mert nem mindig már. Töltik fel rögtön a jelentéseket, szóval... Nekem ez a név ismerős, oda tudsz engem bringelni, és akkor persze. Megmondom. Esküszöm, mintha tegnap intézkedtem volna a csávóval szembe. Kis. Szia, mindjárt visszajövök. Már hogyha engem is elbringel. Oké. Okay. Miről maradtam le? Éppen admin intézkedés folyik. És köszi szépen, hogy ennyien itt vagytok, érezzétek jól magatokat. Fiúk, lányok, nagyon hálás vagyok, hogy ennyien itt vagytok. És hadd osszam meg veletek azt az örömömet, hogy átléptük a 800 követőt. Nagyon-nagyon köszönöm, tényleg. Mekkora manók vagytok. Mi történt? Van bent a börtönben egy úriember, aki azt állítja, hogy ő neki nem kéne bent lennie, és most azt intézik. Addig mi kaparunk. Na nézzük, hogy mit sikerül kaparni. Wow. 22, 7, 7. Hát igen, szokásos. Köszi szépen, Fanny. Hello, Cortez, hello. Búgást, te is szeretnél egy búgást? Most komolyan? Hát azt hittem, csak a lányok szeretik, de hello, Mizu. Üdvözöllek Csudapest első ASMR streamje. ASMR, nem ASMR. ASMR bárki tud. Lehet, hogy csak sumákolni akarja a közét, nem? Nem hiszem, nem. Imádott Cortez, ez az, mondd még. Hazudj, mondj ilyeneket nekem.
Na. Közben ébredezek ám, fiúk, lányok. Szia. Hello. Mehetünk tovább? Akkor mehetünk. Jaj. Olyan látomásom volt. Nem tudom, hogy hogy vagy vele, kolléga. Milyenféle látomás? Hát, mintha egy angyalt láttam volna. És énekelted neki, hogy ő hazudott neked? Nem. Most az jutott eszembe róla, hogy hát el se köszönt tőlem. Nagy szemétség. Ugye? Meg hát leszállt közénk, és nem hozott csokit. Ha? Mindegy. Nézzük meg egy nagy raktárat is, hogyha már megnéztük a kicsit. Azt viszont kérném, hogy jajöld be, mert... Be van. Ó, köszi. Így könnyebb. Oda találok, csak így könnyebb, mert lehet, hogy a félvárost körbejárom egyébként. Tudom, ismerős. Sheriff Adam 22, 10-20 kis raktár, 10-26, 10-45 nagy raktár, vétel vége. Hú, de ez egy centi múlott. Akkor itt drogok vannak a levegőben? Vannak bizony. Jaj, de hát ez a tegnapi, úristen, hát az a szerencsétlen srác. Szegény. Már sajnáltam, amikor belettéve a csillagba. Nem akartam megint a PD-re, hogy ott kelljen dekkolni a 40 perceket, mert akkor inkább kalja jegyeket. Dolgozzon le, szegény. Aki esetleg nem tudja, miről van szó, nézze vissza a tegnapi live-ot, megéri. Tényleg megéri. Hogy van nálatok egyébként? Főtörzs, utána melyik van zászlós? Hát gondolom, igazából én hogy fogalmazzak, nem vagyok a rangjelzésekben annyira otthon. Nekem az elég, hogy én főtörzs vagyok, és tudom, hogy aki nem... Nézzünk már oda, hát ez a motoros meg simán nekem hajt. Na szóval, tudom, hogy alattam csak a zőrmester meg a törzsőrmester van, felettem meg mindenki más, úgyhogy ennyi. Nem, Flóri, nem tudom. Ja, csak azért, mert hogy... Hát akkor tudom, hogy 14 darab rang van. Jó, hát én nem tudom megnézni. Nem. És te? Nem tudjuk. Hát akkor, mert azt hiszem, hogy csak fő Szolin kívül lesz. Tudja. Igen? Te tudja, hogy mi a probléma? Nekünk még annyi jogunk sincs, mint önöknek. Az kellemetlen. Hát, de gondolom ez hamarosan orvosolva lesz. Nem láttam eddig tervben. Én meg nem vagyok képben, én csak mondtam. Gyere fel nyugodtan, Real the Wolf. Semmi gond. Nem kapcsolunk le, megígérlek. Vagy megígérem, hogy megígérem? A beszélni sem tudok, szóval megígérem, nem kapcsolunk le. Hogyha véletlenül 600 kajajegyre beültetünk a csillagba, az csak a véletlen műve lesz. Úgyhogy gyere nyugodtan fel. Hatalmas kérdésem benne, lerádióztam, hogy tiszta vagy nem? Nem. És hova akarom menni? Hát szerintem a hármas bankot megnézhetjük. Jó. Vétel is serifelem 22, 10-20 nagy raktár, 10-26, 10-45, 3-as bank. Megyek, nem kell. Megyek arra, merre tudom, és akkor
Az a biztos. Jó. Igen, rossz szokásaim egyike, hogy nem mindig állok meg ott, ahol kellene, hogyha érted. Ops, hát ez... Jaj, Bocsi, hello. Rossz. Hát jó, lehet, hogy most karambolozott a kolléga. Ó, karamboloztatok? Reméljük nem. Tudom, nem. Mellé csaptam. Jaj, ez jó volt. Én csak annyit érzékeltem elő, hogy nagy csapódás, autó megel. Na, menjetek tovább, bocsánat. Okay. Semmi gond nincs, kitartást, hello. Na szóval, hol tartottunk? Hármas bank. Rossz szokásai egyike, hogy... Ja, igen, rossz szokásaim egyike, hogy elfelejtek néha megállni a lámpáknál. És hisztizik a macska mögöttem. Hallottatok már? Mivel mi nem büntetünk a piros lámpáim, ezért mondhatnám, hogy nekünk se kell betartani, de elméletében be kéne. Hát, elméletben be is tartom. Elméletében mindenki betart mindenki. Gyakorlat az már más kérdés. Igen, én mindig azt szoktam mondani, hogy legjobb tudomásom szerint én vagyok a legrosszabb rendőr. Aztán próbáljanak megcáfolni. Ez mondjuk elég érdekes felfogás. Vagy azt akarja ezzel elérni, hogy dicsérjék őt? Hát persze, hát mindenki azt akarja, ne? Hát jó, mit a lebasználnak. Szóval, ja. Ennyi, meg hát így, hogyha valamit hibázok, akkor hozzátehetem nyugodtan, hogy hát én vagyok a legrosszabb rendőr, mit vártok? Na fiúk, lányok, közben köszönöm, hogy ennyien itt vagytok, érezzétek jól magatokat, hisz csak ez számít. Nem tudom, hogy van vele, de Lannistert ismeri. Lannistert? Én nagyon kevés nevet tudok megjegyezni, miért? John Lannister, önök néma. Na, biztos. Ha beszéltem vele, akkor igen. Na mindegy, annyi a sztori, hogy tegnap mentem vele járőrözni. Aztán elkezdett nekem így siránkozni, amit én nem nagyon szeretek, mert már hallgattam eleget mindenkitől. Uh-huh. Hogy neki mennyire rossz, mert hogy már régen volt rendőr, és hogy eljutott, uh-huh, nem tudom, zászlósig, amit most a törzsőrmester, ami akkor volt, mert hogy már akkor még több rang volt, hogy milyen fene. Igen. Azt most neki ugyanúgy végig kellett járni az egész utat, hogy őrmestertől meg a akadémiától elnézést kérek. Jó, semmi. Aztán, hogy elkezd szízni, hogy a Skywalker pedig, hogy őt egyből visszarakták főtörzsbe, meg hogy üzém, meg hogy hozzá. Nagy Roland 18 erőtegészséget. Nagy Roland a másik. Erőtegészséget? Erőtegészséget? Hát én erre csak annyit tudok mondani, hogy most komolyan ilyen hülyeségekkel foglalkoznak. Ennyi idejük van. A kollégák fölveszik, legyenek szívesek az érkező kollégáknak. Közben 10-26 van. Pozitív. Sheriff Adam 22, 10-23-as bank, 10-26, 10-45 CRFK kollégái. Hát akkor gyorsan elmondom, mi mielőtt fölveszik. Ez nem szükséges összetársaság. Mögöttünk gépjármű. Lét alatt kérem nyugodtan, vegyék föl, köszönöm. Na, annyi a... Mögöttünk gépjármű. Itt a Logan Capaldi szolgálta kívül vezérőn, hogy előttünk lévő serif autó ne jegyjen meg, csak mi közlekedünk. Á. Igaz, négy nem jegyettem meg. Nem, csak figyeltem. Na mindegy, annyi a sztori, hogy voltam szolgálatparancsnok, ami nap. Jött egy városi vihar, megbeszéltük, hogy mindenki jön vissza. Nagy Roland akkor még szolgálatban se volt. Utána, ugye megyek vissza a városba egy ilyen, tényleg egy ilyen 2 perc késéssel, mert gyorsan ettem egy kicsit. És kérek egy 11-10-et. Ez mi volt? Láttátok?
Az ön személyben neki ment? Lételítedem kettőt. Érdekes volt, inkább fogalmazzunk úgy. Nem, szerintem nem, de érdekes volt. Annyi a lényeg, hogy... Szerintetek neki mentünk? Annyit hallottam rádióban, hogy ugye mondja az egység, hogy hol vannak. De tiszteletem, nem úgy volt, hogy eddig Nagy Roland a szolgálatpanások? Mondom nem, mert én vagyok, nem adtam át neki. Egy, kettő, tudtam, hogy neki semmiféle végzettsége nincs, hogy ezt a szerepet be tudja tölteni. Megkérdeztem talán Capaldit, vagy valakit. Aha, értem. Én megmondom úgy, ahogy van, hogy én a legritkább esetben folyok bele az ilyen dolgokban. Egyrészt, mivel én nekem nincs akkora, hogy is fogalmazzak, rangom, másrészt pedig nem tartom ildomosnak, de néhányan a helyet, hogy itt nekiállnak mindenen morgolódni, előbb nézzenek magukba. Hát, azt azért sem mondom, hogy bennem nincs hiba, mert van. Hát szép ünnepot. Jelvény. Tudom. Örülök neki, hogy tudja. Attól még a kolléga szól az önnek. Nem kell ilyen fragmán válaszolni. Elnézést. Valamiért úgy érzem, hogy... Kis koccanás volt? Az nem érdekes. Valamiért úgy érzem, hogy nem leszünk jóban ezzel a fiatalemberrel. Sheriff Adam 22, 1098, immáron 3 emberből állunk. Hát akkor egy... Plahát nézzünk. Jó, menjünk. A fiúk, lányok, aki még esetleg nem csatlakozott a Discord csatornánkhoz, felkiáltója DC, aki pedig nem csatlakozott volna még a YouTube csatornánkhoz, felkiáltója YT, hisz ott tudjátok visszanézni. Ott tudjátok visszanézni a vodokat, amik már nincsenek fönn. Érdekes, érdekes. Álljunk be egy parkolóba. Mindjárt. Vételi 257-1020. Na, 10, 26, 10, 45, csudom el. Álljunk meg így. Jó. Okay. Kolléga előről. Imádom tenni a hatalmamat ugye, és én meg hátra belülök. Nem, csak viccelek. Jó, menj nyugodtan. Na, és köszi, hogy ennyien itt vagytok, érezzétek jól magatokat. Kolléga innentől ön rádiózik. Jó, mi az egységszám? Sheriff Adam 22. Szám. És megyünk az egyes bankhoz. Védel itt Sheriff Adam 22, 1045 egyes bank ütövél. Csak elnézünk. 1022, bocsánat. Ez teljesen rendben van. Már nem megyünk tovább. Jim. Védelit Sheriff Adam 22, 10, 20, 1-esben 10, 26, 10, 45, Jim. Já, Istenem. Meleg a bajodok a szavakban. Na ugye, aztán meg majd aztán fogja tudni, ki mondja, hogy Adam vagy Alpha. Meg fogja szokni a Sheriffet. Ja. Én meg elővettem, mert sokkal ma autista vagyok. Hát, amíg nem sokkol le, addig nem probléma, kolléga. Én ilyet sosem tennék, csak hogyha kéri. És majd mindjárt... Na, mindegy. Hát nehezen fogok átcsakolni az éplexin. Menjünk a, ezután az elhagyadott kórház mellett publikba. 256, 10, 26, 10, 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 Nem tudom, hogy milyen övennek a publika. Elhagyatott kórház. Ja, bocsi, hogy ennyit... Védeli Cseri Fedem 22, nem... 10, 20, Jim 10, 26, 10, 45, elhagyatott kórház melletti publikát avulja. Bocsi, hogy ennyit nem... Gyorsan álljunk be, lepakolok néhány cuccot az egyik autóba. Beszélek, csak ugye vezetek közben.
mert veszélyes, hogyha nálam van valaki itten kilopdossa izé, kórházba a zsebemből, aztán majd bukok egy csomagot, meg 26 kaparóst. Na, itt álljon meg. Már meg is álltam. Én elrakom a sokot, mert nincsen egyébként nálam. Ó, tök jól állunk. És meséljetek, hogy vagytok, mint vagytok, hogy érzitek magatokat, hogy telt a tegnapi nap, mit vártok a héttől? Három lebaszás felér egy dicsérettel. Így van, Zsotyó. Most tudom visszaolvasni, ne haragudjatok, hogy ennyire... Nem olvastam vissza csak. Közbevezetek. Ez már csak ilyen. Viszont jó is, hogy ránéztem. Karakterrel eszünk iszunk. Marcelf vagyok. Bekövetett. Üdv köztünk. Üdv köztünk, Marcel. Érezd jól magad. Hello, hello. Dohánybolt. Kutyát is hozott magával? Aha. De most miért? Ne. Várjunk, kirakom most már. Menjél, buksi. Jézus. Múltkor is az egyik kolléga hozta magával a kutyáját, mert hogy rendőrkutyát akar csinálni. De ez egy pudli. És összenyalt a tarkómat, meg mindent. El tudja képzelni biztos kolléga, hogy milyen jó érzés volt. És értem én, hogy német juhászt vagy valami nagy testű kutyát akarunk rendőrkutyának, de pudlit. Hát kiveszi komolyan, hát körbe röhögik. Hova megyünk akkor? Kórház. Valamelyikről szóval? Nem. Jó, kórház után dohánybolt veszek egy öngyújtót. Hát akkor csinálhatjuk azt, hogy megyünk a dohányboltoz és aztán a kórház. Akkor berádézom a kórházat és akkor az úgyis ott esik. Vételit Sheriff Adam 22-10-21 kórház melletti public 10-21-45 kórház. Tényleg, kollega, akarom mondani, ugye volt az a piros, már lila gyorshajtó. Igen, igen. Na, azért se tudtuk volna egyébként megállítani, mert álljunk be a piros bejelző nélkül. Úgy, tessék. Na, így már sokkal jobb. Mert ugye nincs bekapcsolva a trafi, és szem alapján nem mondhatjuk meg, hogy gyorsan hajtok. Ez tény, de viszont azt, hogy záróvonalon megy át, azt igen? Azt igen. Na. Hát igen. és a legnagyobb hiba, amit el szoktak követni a játékosok, hogy az összes létező záróvonalon átmennek. És simán lehet így, hogy is fogalmazzak, büntetni őket. Elfutok az ATM-et. Rendben. Úgyhogy ez a leg egyszerűbb indok, hogy miért lehet ennyi embert megbüntetni. A rengeteg záróvonalért, de tényleg rengeteg. Szemétkedni, Zargérien, ez nem igaz, ez nem szemétkedés. Betartatni a szabályokat. Iha. Hadnagy úr. Tilosban parkol egy gépjármű ott a sarkon, ahol áll. Most állt be. Kolléga? Itt van? Itt vagyok. Segítsen a hadnagy úrnak. Köszönöm is. Jó, büntessük meg. Erőt, egészséget. Így van. És ezzel bármi nem így problémája van esetleg? Hát, maga jött ide. Így van, szép jó napot kívánok, Kontár Béla, főtörzsőrmester vagyok, 303-as jelvényszámmal, egy közúti ellenőrzést szeretnénk tartani önnel.
szíveskedjen kiszállni a gépjárműből. Oké. Okay. Tudja, uram, hogy miért tartunk közúti ellenőrzést? Az oké, hogy maga megállított. Igen. Mert én itt állok a úgymond piros vonalon. A tilosban, de, igen. Igen, de maga körülbelül onnan a behajtótól fordult vissza. Igen. Villogó nélkül. Villogó nélkül? Dehogy. Meg igen. A villogó. Most egész megy, mert fölkapcsolt. Nem, nem ment. Folyamatosan ment. Az én szememben nem ment a villogó. Még direkt figyeltem. Pedig direkt ment, azért álltunk itt oldalt villogóval, mert máshogy nem állhatunk meg. Na jó, van mindegy, odaadom a jogsimat, rendben. Nézzék meg. Jogosítvány aztán... forgalmi engedélyt szeretnék kérni. Forgalmi nincs, jogsima. Hát ebben az esetben két lehetőség áll fent, vagy elkísérjük megcsináltatni. Egy keresem szolgálatban, csak a... Hát vagy kénytelenek leszünk csekket adni önnek. Ó, kedves német Tibor. Egy születésidőt kérnék. 990910. Ez egy remek születési dátum, azt kell, hogy mondjam. Illetve igen, egy magasságot igen. Kérnék. 175, uram. Ajaj, összement volna azóta? Itt 160 centi van. Vagy pontosabban nőtt volna azóta? Igen, igen, azóta megnőtt. Értem, értem. Ebben az esetben visszaadom önnek. Nagyon szépen köszönöm. És melyiket szeretné? Elkísérjük kiváltatni a forgalmit, vagy inkább? Hát mennyi lenne a bírság, uram? Szerintem 5000 csulint. Hát akkor inkább adjon bírságot. Forgalmi sincs az? Jó, hát. Nincs forgalmi, nincs. De jogosítvány van. A forgalmi az bajos, azt tudja. Igen, hát, nem tudom, Dodo, csak, a hangot azt azért nem szoktuk használni. Nem volt időm elmenni. Azért nem szoktuk használni, mert az NPC-k... Hát Isten bizony, itt is... Nem normálisan reagálnak rá. Jó, nagyon. Így is a fényjelzéssel is szokott probléma lenni. Szerintem ez az első dolgom, hogy... Köszi, Meteliku. Föltuningoltatom, utána megíratok rá egy forgalmit, hogy nem tudja a kezét. Na mindegy, akkor adom az úrnak a csekket. Kollégák, menjenek kicsit arrébb, nem szeretnék önöknek is azt adni. Hű, azt akkor mivel megyek, gyalog? Hát igen, még az is ajjaj. Lehet. Ajjaj. Ez 8000 csulint, mert forgalmi. Nem baj, elfér. Én fizetjük. Akkor köszönöm szépen. Igazán nincs mit. És elnézést kérek a kellemetlenségekért, ha úgy érzi, hogy az intézkedésben bármi hibát vétettem, akkor lehet panaszt tenni a kapitányságon 303-as a jelvényszámon. Jó, rendben. Jó van, csak megpróbáltunk egy kicsit megszivatni, nem jött össze. Ez most nem jött össze, uram. De legközelebb, egyébként így súgva mondom csak, hogy a motorháztető nem szabályosan van lezárva, ezért is meg lehetne ám büntetni. De én ezt nem látom. Uram? Hát, mert a gépjármű, hogy is fogalmazzak, hiányos. Úgymond, mert... Hiányos? Igen, mert sérült. Itt látja, itt. Nem sérült ez. De csak az ön szemül. Az én szememben? Akkor igen. Én nem is láttam semmit. További szép napot, viszontlátásra. Viszlát. Engem ott vegyenek fel, jó? De elég elfutott gyorsan. Na, szóval, hogy miért nem használjuk a hangjelzést? Mert így is elég érdekesen reagálnak az NPC-k dolgokra. Csak a probléma van. Pillanat türelmet. Légy Füri, keresem Winston Max-et. Vételen. Mennyi idő mire kér? Vételen, most indulunk. Vissza végeztünk az igazoltatással. 11-es. Ez is vételezem 257-10-20-10-26-16 EU autópark vételen. Na. Rádiózzon vagy annyi elég, amit maga mondott. Ennyi elég. Javaslok egy olyat, hogy én megyek védelmű. Igen. Hatalmas színborám, önök meg ketten. Részemről nincs akadály, akkor 10-19? Pozitív.
És kikapcsoltam a villogót is. Nagyon szuper. Jó fele vagyok? Lehet, hogy igen. Igen, jó fele vagyok. Jó. Csak hirtelen nem tudtam. De nem 257-10-20 EU autópart és 16-10-45 hatalmas konkrétemény. Jó, megvettem 2 karton cigarettát, meg egy nyújtót. Mondanám, hogy váljék egészségére, de nem hát lenne őszinte. Most Marika, most komolyan. Értem én, hogy munkába jön, de na. Nekem villogó. Erőt egészség. Úgy Isten, az az mi? Most miért kell a takarítónőt zikálni, most komolyan? Nem, te kitűzitek, gondolok. Várjál, mondjam, ez mi? Ja, azt hittem, hogy a takarítónő, kinyitom neki az ajtót. Na, viszlát Irénke, menjen, kinyitottam az ajtót, úgy, további szép napot. Most már örülnék neki, hogyha nem itt közlekednének. Komolyan mondom, hogy az összes takarító itt közlekedik ki be. Na, hozok egy autót. Hát, gondoltam, ez egy autó. Hűha, tankolni kell, ajaj. Útépítés. Kollegák, javaslom a Blaha és a Fépublik ellenőrzésének kihagyását ebben a szakaszban. Milyen útépítés? Hogy? Péter, nézze meg a hirdetést. Azt annyit írnak, hogy nem menjünk gyorsan. Jó, mindegy, akkor elkerüljük. Ja, oda futunk. Úgy ellenőrizzük. Hopp, egy záróvona. Mi ez egy csíkszám? Adam 303. Mennyi probléma van? Jaj. És köszönjük, hogy ennyi, itt vagytok, érezzétek jól magatokat, hisz csak ez számít. Vétel Adam 257-10-22-es bank 16-10-45, kocka bárvételé. Pillanatra elgondolkozok. Rendben. Csak a baj van. Hát az olyan BMW-s beállás, úgyhogy inkább beállunk normálisan. Tök jó lesz. Na. Kaparós. Van kaparós. Hát akkor. Kaparjunk. Jó napot kívánok, na majd azt mindjárt megnézzük. Vételezem 257-10-20 kockabert és 16-10-15 perc, hogy tevén. Vétel, ítedem 257. Hét, reagálok az utolsó bejelentésre. Rendben. Ej, na megint. Most komolyan, folyton összetöröm az autókat. Nem igaz.
Jézus, mennyien jönnek. Mi van itt? Valami háború? Ennyi ember. El kell kerülni akkor a főpublikot, tehát az annyit tesz, hogy kórház-városháza inkább. Na, fiúk, lányok, köszönöm, hogy ennyien itt vagytok, érezzétek jól magatokat, hisz csak ez számít. Illetve, aki gondolkodna rajta, hogy erpézzene, gyertek fel nyugodtan Csudapestre, erpézzünk együtt. A felkiáltójel szerver parancsol minden információt megtudta. És hogy miért ezt tennétek? Mert ez a legjobb szerver. Na, úgy nézem, befejezték az út. Befejezték az útépítést, most látom. Ez gyors volt. Igen, igen, igen. Úgyhogy hál' Istennek. Na, nézzük ezt a kórházat. Vételedem 257-10-20-10-26-10-4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 6-10-
megyünk. Menjünk a főpublikhoz, hogyha már egyszer oda lehet. Vételed 330-1045 főpublik vétel. Az igen, ne udodó. 14. Az szép baleset. Hát... akkor innentől a halálos vízipipa címmel kell menni a következő streamemnek, stipistopi. Holnap ez lesz a címe a streamnek, fiúk, lányok. Szerintetek képes vagyok megjátszani? Hogy az lesz a holnapi adás címe, hogy a halálos vízipipa? Köszi Lara, hogy nyomkodod az infókat. Köszi, köszi. Amikor vezetek, nem beszélek olyan sokat, úgyhogy tiszta unalmas lehet, ne haragudjatok. Igyekszem azért. És legnagyobb örömömre úgy néz ki, hogy talán a macska is elnyugodott. Olyan hisztis ma, hogy az hihetetlen. Teljesen jó, 10-26. És akkor menjünk ki a kaszinóhoz. Vételezem 303-1020 főpublik. 10-26-10-45 kaszinó vételvégem. Szeret motorozni? Igen, de én inkább a choppereket részesíteném előnyben. És jó? Nekem minden motor tökéletes. De akkor az csak motor legyen? Csak. Hajjá. Imádok motorozni. Az jó. Azért kérdeztem, hogy ha lesz elegendő egység, nem akarsz Sierrára váltani? Ha még együtt leszünk. Nem, én nagyon könnyen összetöröm magam. Nekem autóval is könnyen sikerül a baleset, nem hogy motorral. Úgyhogy... de szeretek vezetni. Tudjátok, két dolog miatt szoktam általában karambolózni a Kontár Bélával. Az egyik az, hogy jobbra nem látok. A másik pedig az, hogy ránézek a csetre. Ez a kettő. Figyelj, te
Ezt nem értem, ne haragudj, lehet, hogy velem van a probléma. Kíváncsi lennék, hogy hogy vezeted a matracot. Na mit laknak ezek a dali maszkos, vagy milyen maszkos úri emberek? Nem tudom. Sheriff Adam 22-10-45 dohány volt. De ez 10-26, úgyhogy mehetünk tovább. Aba. Jelöljön valamit kolléga, és megyünk oda. Egy a legegyszerűbb. Hát, én ezt szoktam kérni. Hát menjünk nemzetéhez, mert itt van köre közel. Jó, menjünk. Vételi Dezem 303, 10-20. Kaszinó 10-26, 10-45, nemzeti bank vételője. 10-4. Ez szerintem rendben lesz, de megnézzük a szokásos sikátort. Tíz-negyben ezett az egyik egység? Nem. Csak mert itt a nyugatin le van zárva. Hát én legalábbis nem hallottam, hogy 10-40 ezett volna, de nagyon egyszerű ott a rádió. Na, minden esetre a nemzeti az 10-26. Akkor menjünk a 6-os bank. Rendben. Vételi Dedem 303, 10-20, nemzeti bank 10-26, 10-45, 6-os bank vételője. Na most ilyenkor felmerül a kérdés. Hogy melyik az? Vételi Tedem 257, 10-98, 10-45 nagy raktár. Hát remélem nem hagytam még el. Micsoda? Hát a bankot. Mert fogalmam itt sincs, hogy melyik egy, az. Itt egy jelentebb utca. Hát tudtam, csak nem sejtettem. Uh-huh. Nem ott. Tudtam. Teljesen értem, érthető. Még egy lejjebb. Még egy lejjebb. Ezt meg végképp tudtam. Na hát ezért szoktam mondani, hogy jelöljenek, mert sajnos jó. Bankszámokat nem mindig tudom. Néha előfordul. De a hármast, az egyest, azt például tudom. Meg a nemzetit is, ez valahogy mindig elmarad. Ja, az ötöst is tudom. Akkor viszont... Igen. Akkor menjünk kettes, az is kinézünk hármashoz. Aha, jó, és melyik a kettes? Jelölöm. Hát nem vagyok én trafipax, vagy trafi, GPS, hogy mindent tudja. Vételedem 303, 10, 20, 6-os bank 10, 23, 10, 45, kettes bank vétel vége. 14. Egyébként nagyon sok mindent ismerek a városban, de hát a bankok számozása az nem ide tartozik. Köszi, Csonti, a hangot. Valahogy úgy érzem, hogy te most így érzed magad. Jobbulás, Csonti. Akkor ez is tiszta, és akkor megyünk három csak. Hát azért odafordulok, hogy közelebbről megnézzük, mert biztos, ami biztos, ugye. Ez teljesen rendben van. És akkor hármas. Tudja, hol van, vagy jelöljem? Azt tudom, tökéletesen. Vételi Dedem 303, 10-22-ben 10-26, 10-45, 3-asok, mint a vége. 10-4, Vételi Dedem 257, 10-20, nagy raktár, 10-26, 10-45, Jim. Ki a szolgálat most? Szerintem a hadnagy úr. Vételi, a szolgálatvárosnak érdeklődnék, hogy a serif egysége minden rendben van. Akkor az Ákos. Ákos bácsi. Köszi a hangot, DJ Zsolti, hát borzalom, hát így ijeszgetni, még a végén felébredek. Nem minden részünkről, hanem a Mustangról. Igen, tudom, de olyan sebességgel ment, hogy ezzel a jeepen nem érjük utol. Hát, nem, szerintem de. Ezzel nem. A Mustangot biztosan nem.
Miért ez olyan gyors? Igen. Hát ennek kettő... Nem is tudom, 2.30 talán a vége, vagy 2.13, valahogy ennek? Így. Aha. Hát, körül. Na, majd visszafelé körül, kihúzatjuk, megnézzük. Városban megmentem vele 255-et is. Na jó, hát bizonyos helyeken lehet, csak nem mindenhol. Hát. Aha, az érdekes volt. Itt ide valaki bement. Uh-huh. De nagyon gyorsan. Sheriff Adam 22-es, 14.95-et hajtunk végre a fő publiknál. Tudás hátra. Uh-huh. 14 van, segítség van. Van szükségük erősítésre. Igen, igen, látom. 14. Rafinált, rafinált. Ugye? Az. Azt a biciklit azért foglaljuk le, ne itt átcsorogjon. Hát ha le tudom foglalni. Hát próbáljuk meg. Carter Renato 18. Erőt egészséget. Erőt egészséget. 257, 10, 20, Jim 10, 6, 10, 40. Simogassuk a Lexist, hát jó. Majd azután 10, hello Patrick, hello, hello. Köszi a hangot. Hogyan motoroztok? Vagy hogyan motorozok? Borzalmasan. Elfogyott a kávé. Bocsi fiúk, lányok. Hogy a fágat kell. Nem működik. Hát akkor így jártunk. Na. Hello Alexis, hello, hello. Fiúk, lányok. Hamar gyorsan dobjatok egy simit Alexisnek, hát olyan rég láttam. Felkiáltolja a simit, gyerünk fiúk, lányok, hadd lássam. Azaz, gyerünk, gyerünk. Felkiáltolja a simit, hadd lássam mindenkitől. Vételi tedem 257. Simogassátok meg Alexis, gyerünk. 26, 10, 19 és felvesztik a kollégát. Na kolléga, nézzük mennyit megy ez. Megy, az csak nem szabad kenyerodni. Hát de hogyha kell. Egyébként 2.13 a vége. A Mustangnak meg 2.30 körül van, úgyhogy úgy nagyjából esélytelenek lettünk volna. Azért mondom, hogy jól emlékeztem én, hogy 2.13 a vége. Jó, de sokan vannak. Hát igen, népgyűlés a főpublikban. Kétszáz a vége, csak most? Hát Frici, én nem vagyok napra kész, ne haragudj, de köszi. Szóval 200 a vége. Hát, de van 2.30 körül volt, nem? Nem simizzük, nem érdemli meg. Mi van veled, Frici? Teljesen negatív vagy mostanában. Mi van? Mi történt? Történt valami? Akarsz róla beszélni? Vétrételem 257, 1098 az egységet, ahogy a Carter Renato főtörzs, John Lannister törzsermes, illetve Reseteri Csákos 6 nagy, 10 nagy 5-ös bank vége. Köszönöm, Vettel. Vétel 1022, 10 nagy 5-2-es bank vége.
Nagyon csendben van kolléga, minden oké? Tessék? Nagyon csendben van kolléga, minden oké? Jaj, ja. Hát azért megnyugodtam, hogy a hadnagy úr nem hozta a kutyáját. Hát, meg is őrülök, hogyha ilyen kis termetű kutyákból akarnak csinálni rendőrkutyát. Mostanában ez a hobbi. 7-3-7-10-22-es bank 16-15-15-15-15-15 volt vége. Ez kis kutyák sokat érnek. Köszönöm, vettem. Hát se érik. Ez elkövetőt. Hát azt hagyján, de rálépnek meghal. Tehát, na bocsánat, de... Csak ennyit hallani, hogy nyűsz, nyűsz, nyűsz és kész. Szóval... Nem értem én ezt. Miért akarnak ilyen zsebkutyákat rendőrkutyának kiképezni? Műtrétedem 257-10-20 égszerpolt 10-26-10-45 városháza vége. Bugatti meg Bentley most a best. Hát remek. Meg a Merci? Most elég nyugis a város. Ételedem 257-10-20 városháza 10-26-10-15-6-os bank vége. Igen? Még nem keltünk föl sokan. Ó, nem mindig van ám így. Valamikor rengeteg minden történik így délután is. Én is ebben remélem, hogy fog történni valami. Igen? Mire vár? Mi az, amire azt mondaná, hogy na igen, ez már esett. Ételedem 257-10-26-os bank 10-26-10-45 nemzeti vége. Igen, figyelek. Bankrablás után egy jó üldözés. Azt szeretem. Há. Hogy valami rablás után. Hát, most képzelje el, kedves kolléga, hogy néha egy szimpla igazoltatás is lehet szórakoztató. Már egyszer-kétszer tapasztaltam a ezredes úrral. Azt bírom, amikor hát kiderül, hogy a gépjármű tele van mindenféle drogokkal, meg fegyverrel, ilyesmivel, és így egy egyszerű igazoltatásból aztán letartóztatás lesz. Az úgy szerintem szórakoztató tud lenni. Hát nekünk igen. Hát, de nem kaphatjuk meg mindig, amit akarunk. És ugyanez igaz a az elkövetőkre is. Sheriff Adam 22-17-es az úrnál. Ahhoz az úr felmutatta az iratát, de a rendszerben nem találjuk meg az urat. Vétel, itt a szolgálatban, csak esetleg pillanat. Az úr nem olyan rég érkezett a városba. Utánunk jön a Subaru, a Ferrari és a Nissan GT-R, ami gyorsabb ennél a kocsiktoknál. Vétel és a városházán váltotta ki az iratát? Vagy nem volt nála irat eddig? Nem volt nála irat, a zajlik az barátjai élet. Hozták neki ide. Tessék? Úgy hallom, zajlik az élet. Hát... Vétel ebben az esetben nem tudom mi a teendő. Elengedjük és írjunk az úr nevére csekket, vagy hogy legyen. Vagy bevigyük a kapitányságra, vagy esetleg a városházára vigyük. Vétel szerintem fogadják el, és... Ha olyat csinált és kell büntetés, akkor kapjanak ki neki csekket. Egy fél pillanatra elmondalkozok. Oké. Okay. Adam 303, 10-20, Csudameha 10-26, 10-45, Kaszino. 10-4. Vétel Adam 257, 10-20 nemzeti, 10-26, illetve 5-ös bank is 10-26, 10-45 Stifler bár vége. Nem most nyugis nap, nem mindig van ilyen. Most ez teljesen nyugis. Nem mindig történik
olyasmi, mint mondjuk tegnap szegény srác. Hát azért nyitott szájjal jött. Szerette volna visszakapni a BMW-jét, amit én Audi-nak emlékeztem, de teljesen mindegy. Tehát szerette volna visszakapni a BMW-jét, és az lett a vége, hogy ment a csillagba. Sheriff Fedem, 22, 10, 98, 10, 45, csodom el 6, 10, 18, mi jött? 10, 4. Ételedem 2, 57, 10, 20, 1-es bank, illetve Stifler, bár 10, 26, 10, 45, bank, uram, az ő vége. Szíveskedjen kiszállni a gépjárműből, közúti ellenőrzést szeretnénk tartani. Kolléga, itt van? Na, vissza is törtöm. Rendben, jöjjön kolléga. Ja, jó napot kívánok, uram. Tudja, hogy miért állítottuk meg? Nem. Nem? Hát, nézzük. Nagy sebességgel jött az elágazásnál. Záróvonalon jött át. Aztán itt szabálytalanul kanyarodott be, még talán ütközött is. Úgyhogy szeretnék kérni egy jogosítványt és egy forgalmi engedést. Egyébként szép jó napot kívánok, Kontár Béla főtörzsőrmester vagyok, 303-as jelvényszámmal. Ó, nagyon szépen köszönöm. Ó. Értem. Igen, látom a nevét. Igen, egy születési időt kérnék. Én itt simán. Van ott. Csak hú. Öt. Aha. Igen, egy magasságot kérnék. 160. 160, igen. Látom, hogy az ég adta világon mindenre jó a jogosítványa rendben. Köszönöm, visszaadom. Parancsoljon. Egy forgalmi engedélyt kérnék a gépjárműre. Még nincs. Hát ez borzalmas. Jöttem. Két lehetőség van. Elkísérjük a csudamehába és kiváltja, vagy egy csekket adok önnek. Melyiket választja? Nem, a karakter nem tudja kimondani a nevét. Én ki tudom mondani. Tudom, hogy Metarikku az. Akkor megyünk a mehába? Rendben. Menjünk a mehába. Egyébként Frici, megy a fényhíd. Ott van, megy a fényhíd, csak ilyen fura. Néha. De jó, te ragos benzin. Igen, igen, úgyhogy finoman követjük. Mi volt az úr neve? Nem tudom, valami meta valami. Na és ez most még is van. Szóval elmegyünk a csudamehába, kiváltjuk szépen a forgalmit az autóra. És akkor csak a közúti szabályok megszegésén büntetjük. Kaszinó? Legyen darabos. Meg kell segítség. Itt Adam 303, jelenleg egy kurumát kísérünk be a csudamehához forgalmit készítetni. Közúti ellenőrzés során nem volt meg a forgalmi engedélyvétel. A törzsőrmester intézi majd akkor a csekkezést. Intézem, igen, akkor mit szeget meg az úr? Közúti szabályok megszegése. Én simán megállok. De lehet, hogy miattatok van, mert ha elég távol mentek tőle, akkor nem darabos a benzin, lehet az is. Esetleg addig átnézem az autót, mert... Hát, hogyha esetleg le lehetne takarítani, azt megköszönnénk. De... Odaállok vele, jó? Jó, köszönöm. De Frici,
Ma nem tudom, mi van veled. Folyamatosan belém kötsz. Mit csináltam? Vételítetem 257-10-20-10-26-10-45 gym. Persze, hogy nem vagyok tökéletes. Hát nem is tudok tökéletes lenni, és persze, hogy vétek hibákat. Mindenki vét hibákat. És milyen szemlát is állítsak ki nekünk, mert külön olyan nincs, amit maga mondott. De. Mit mondott? Mindjárt mondom, Kressz törvények megsértése, vagy igen, Kressz törvények megsértése, ez tökéletesen jó rá. Ja. Hát, miért én kötekedek veled, Frici? Én nem kötekedek. De biztos lehetsz benne, hogyha a karakteredet állítjuk meg, akkor odafigyelek rá, hogy mit köszönöm, milyen hibát vétünk. Köszönöm. Velem is próbáltál már? Így van. Hát a karakterem ilyen, most mit csináljak vele? Hát azért nem fogom megváltoztatni. Az MG lenne, tudom. Tudom, ezért nem teszem. Ugyanúgy hibázok mindenkinél. És egyébként, ha megfigyeltétek, direkt van, amikor olyan hibákat vétek, amiben bele tudnak kötni. Mert a karakterem, hát, hogy is fogalmazzak, nem tökéletes. Blaze, egyébként te mindenre odafigyelsz. Kolléga? Igen. Egyébként most nézem, hogy meg volt törve az autó, és nem vettük észre. Én nem láttam, hogy meg lett volna törve. Igen? Hát... most szerelik. Mert olyan... Ujj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 j
Csak éppen elcsíptem a gondolatmenetet. Ah, olyan nincsen nálam. Gondolatmenet? Tudod, én... Tudod, nagyon jó Blaze, én az a fajta játékos vagyok, aki ötletszerűen játszik. És megkérdezik, hogy ki az az illető, aki most éppen... Tehát most megkérdeznétek, hogy ki ez a törzsőrmester, akivel járőrözök. Fogalmam sincs. És nem azért, mert nem akarom tudni, egyszerűen... Ilyen hülye az agyam. Nem tudom. Figyelmetlenség. Vétel kardra, Renától végeztem a kód 8-tól, vége. 14. Vételedem 257, 10, Jim 1026, 1045, nagy raktár, vége. Törzsőrmester majd akkor kéri el a forgalmit, hogy megnézhess, vagy hogy megnézze. És utána azért így... Jó, jó. Jó, azt a csekket nyugodtan állítsa ki. Jó, jó. Hát már egyébként is elmúlt karácsony, úgyhogy... Iha, picit szaggatok. Nem tudom, itt a csudamehában néha neki áll szaggatni. Nem tudom miért. Na, tudjátok mit? Iszok egy kortyot. Hello, Beerwalk, hello, hello. Na, Mizu, Mizu. Megérkeztél? Éppen büntetünk, kegyetlenül. Szegény Metarikkut büntetjük meg. Köszönjük az áldozatos munkájukat. Szegény. Állandóan ezt csináljuk. Megbüntetjük a szerencsétleneket. Egyébként érdekes, mert nem mindig szúrjuk nem ki.
Yes. Megvan? Meg. Akkor megyünk is. Egy lövést hallottam volna. Nem? Nem biztos. Nem tudom. Nem egyértelmű. Merről hallotta? Vétel Edem 257-10-20 kis raktár, 10-22 Edem 257-10 nagy raktár, 10-26-10-45-3-as bank vége. 10-22. Raktárnál 10-22? Ezt mondta be a kollega. Rossz raktár nevet mondott, gondolom, azért. Ja, értem. Én mondta, hogy kis raktár, utána 10-22 nagy raktár. Jó. Mi meg végeztünk a 11.95-től, úgyhogy... Vétel itt a szolgálatparancsnok, szeretnék kérni menjünk a másik két egységtől egy 11.10-et. Köszönöm szépen. Menjünk a Blahához. 22.10.20 kaszinó. Vétel Edem 303 végzett 11.95-tel, 10.20, 10.22, 10.45 publik. 10.40. Nem tudok beszélni. Nem tudom, mi van most. Hát én sem. A 15-ben parkol a motor. Ja, mindegy. Mindegy. Nem, azért mindenképpen nem kötünk bele. Hűha. Hűha. Hát jó, csak hogy ez egy irányú. Jó, ez 10-26. Úgyhogy menjünk a 5-ös bankhoz. Vétel Edem 3-10-20, főpublik 10-26, 10-45 5-ös bank vétel vége. 10-4. Igen, igen, taxi kiállítás, igen. Mostanában előfordul. De hál' Istennek, hogy van ennyi taxi. Mi meg igyekszünk úgy tenni, hogy legyen hasznuk is. Én legalábbis szeretem azt megoldani, hogy kelljen valahonnan taxit hívniuk. Figyelj, Frici, ez záróvonal volt. Ez szerintem 10-26. Merre tovább? EU autópark. Vétel Edem 303-10-20, 5-ös meg 10-26, 10-45 EU park. A fene már megint. Állandóan neki koccanok mindennek. Borzalmas. Maxin szankót hét. 10-4. Meg Sandyvel kimen. Sandybe kimen. Így van, Manó vezet. Igen, igen. Megint én vezetek, igen, tudom. Vételedem 257, 10-23-as bank, 10-26, vége. Elem 257, 10-45, 2-es bank vége. Szép autók vannak kint. Jaj, biztos jól bála. Hát igen. Igen, ahogy elnézem, ez... T20 talán? Hú, ez is jól néz ki, nekem ez is tetszik. Főleg ez a szultán. A szultán nem érdekel. Érdekesen, fura ízlésem van az autók terén. A szultán az nem jön be. Na. Próbáljuk meg így. Jól néz ki. Jól néz ki. Ez minek a koppintása egyébként, fiúk, lányok? Ti jobban értetek az autókhoz, mint én.
Olyan mennyibe kerülhet? Hát, ez szerintem sok. Vételedem 257, 1022-es bank, 1026, 1045 ékszer volt vége. 14. Menjen megnézem a hallatikat. Vises BMW? Hello, kis kopi. Kicsit hasonlította Super B-hez is, nem? Az eleje olyan érdekes volt. Hello, hello. Hát képzeld, kedves törzsőrmester, nem zártam be az autót, és nem vitték el. Tegnap egy csak tudtam bezárni. Nem tudom. Most direkt nem zártad be, vagy csak? Ja, nem. Nem direkt nem zárom be, hanem... Hát, hogy fogalmazzak, elfelejtettem. Na hát, akkor ez 1026, aztán... Azt a kukás autót nézd. Azt már igazoltatják, szerintem. Vétrétterem 257, 1195-öt hajtunk végre a 6-os bank körülte kukás autón, vége. 14, itt vagyunk önök mellett. Vétel, kód 4-es a terület, de azért köszönjük, vége. Maradjanak esetleg a környéken, ha gondolják. 14, úgy teszünk. Köszönöm. Záróvonal 2. Fiúk, lányok, köszi szépen, hogy ennyi itt vagytok, érezzétek jól magatokat, hisz, csak ez számít. Illetve nektek köszönhetően átléptük a 800 fős követőtábort, nagyon-nagyon hálás vagyok ezért. A végtelenbe és tovább. Bocsi, hogyha nem beszélek annyit, mint szoktam. Ez csak azért lehetséges, mert... Most megnéztem a honlapon, 1.300.000 szúrtam. Nem, az nekem nem. Meg ennek van megkeretjenyi krumel? Nekem nincsen. Kontra nekem nem is kell. Kontra 58 erőt egészséget, keresem a szolgálat parancsnokot. Védelen. Nekem nem kell krumel. Engedélyt szeretnék Lincolnba való kimenetelhez a MH-hoz. Jelenállás szerint kaptam egy SMS-t. Ez az autó még mindig itt áll. Ezt nem tudjuk lefoglalni. 4, gondolom, ha jól értettem, ja, akkor értem. Csak itt esetek mellettem Lincolnba tenni meg. Pozitív. Pozitív, engedélyezem a Lincoln. Ezt a Jeepet például szeretem. De én a BMW-t is ugyanúgy szerettem. BMW Jeepet. Vagy valami ilyesmi. Biztos érti. M5-ös volt talán? X5-ös. X5-ös, majdnem. Hát tudtam. Az M5 az a sportos. Na, azt is szeretem. 10-98, 10-20, kaszinó, 10-26-os. Illetve a fiúk, lányok, aki még esetleg nem csatlakozott a Discord csatornánkhoz, felkiáltója a DC, illetve aki nem csatlakozott volna még a YouTube csatornánkhoz, felkiáltója YT. Köszi, köszi. Illetve várom az ötleteket, javaslatokat, észrevételeket, nyugodtan, akár Discordon is írhattok rám, akár a Discord csatornán is leírhatjátok. Vannak direkt erre szobák, ugye kérdések hozzám. Nyugodtan fel lehet tenni a kérdéseket, vagy rám lehet írni észrevételekkel nyugodtan. Én minden reakciónak örülök. Na hát akkor egy... Blahára még ki, megnézzük, ott vannak a legtöbben, úgyhogy szerintem, ha valami lesz, akkor az ott lesz. Jön, csak kaparok. Ó, hát az egy fontos dolog. Legfontosabb felkon gyerekeim. Meg lesz az 50 000? Na, hadd lássuk. Biztos, hogy nem. Ó, nem így kell nekiállni. Hát úgy kell nekiállni, hogy meg lesz.
200 csurintlak meg, úgyhogy... Hát, majd szépen lassan összejön. Teri fedem 22, 10, 20, nemzeti 10, 26-os, 10, 45, burger shot. Maga már kapart annyit? Nem, de mindig úgy állok neki, hogy na majd most lekaparom. Hát, ez is 10-26. Akár e-mailben is. Igen, igen, Frici, akár e-mailben is. Már menjünk. Hát mit szól hozzá, kedves kolléga, hogyha azt mondanám, hogy hármas bank? Oda nem mentek ki most, ugye? Nem hallottam. Akkor hármas. Védelem 303, 10, 20, Republik 10, 26, 10, 45, 3-as bank ütemeje. Egyébként én szeretem, hogyha e-mailt írnak nekem, csak mindig az a kérdés, hogy mit tartalmaz az e-mail. Úgyhogy... Mert hogyha az e-mailben az édesanyám hogy léte felől érdeklődnek, mondjuk az is egy reakció. Úgyhogy ez már csak ilyen. Ez normális? Jaj. Ó, Istenem. Ezt láttátok? Jaj. Jól van? Ja. Ó, lefejeltem a kormányt. Jaj, a fejem. Ennyi, ennyi, ez meg akart minket ölni. Így lefejelni ezt a kormányt. Jaj, ennyire. Fáj a feje. Kötve. De be voltam. Jaj, csak fáj a feje. Na most nézze meg kolléga, nézze meg ezt a gyönyörű autót így megzúzni. Látom, kézbotrány. Borzalom, borzalom. Jaj, a fejem. Na, menjünk tovább. Még szerencse, hogy nem lett komolyabb baj. Serifedem 22, 10, fáj a fejem. 20, Burger Shop 10-26-os, 10-45 kórház. Ja, szerencsére. Egyébként már ilyenkor szoktak a mozgolódni az elkövetők, de most valahogy olyan nyugi van, nem? Hát ennyi. Boltrablás sincs. Egyébként van kutyája, törzsőrmester? Nincs. Ó, ez egy jó hír, tehát akkor nem fog hozni kutyát, hogy
Csináljon belőle rendőrkutyát. És gondolom akkor nincsen pudlia se. Nincs. Nem is lesz. Ah, ennek kifejezetten örülök. Ez 10-26. Jó, mára megyünk. Hát vissza a városba, nem tudom. Jelöljön valamit. Vételítenem 257, végeztünk a 11.95-tel, újra 10.98-ok vagyunk, 10.45-ok. Legyen kreatív. Nagy raktár. Jó. Vételítenem 303, 10, 20, 3-as, 10, 26, 10.45, nagy raktár vétel megyen. Jelölje? Jelölem is. Hát tudnám térképről, hogy hol itt van. Na, csak megy az. Vételítedem 257, 1025-ös bank, 1026, 1045 kőmosó, vége. Itt Edem 303, egy piros kamacsó, vagy 6x6? Nem, 6x6, bocsánat, egy piros 6x6 most hajtott le a nyugati autópályára eléggé szabálytalanul. Utánuk nézünk egy picit. Lehet, hogy esetlegesen majd erősítést kérünk vétel. Edem 3, 10 fekete, Edem 2, 57, 10 D-es részünkről. Akkor egyelőre még kóra. Hú, ez érdekes volt. Így van, egyelőre még minden rendben. Csak követjük őket vétel. 10-es. Ez érdekes volt. Minden oké, láttok, hallotok, fiúk, lányok? Sziasztok, szia! Szerintem észrevették, hogy követjük. Uh-huh. Hello, Redby! Köszi szépen a második hónapos feliratkozást! Ez a nagy köd. Mekkora manó vagy? Kicsit darabos az üzemanyagok, ahogy nézem. Szia, Regi! Hello, hello! Most kéne egy drón, amivel tudjuk követni őket. Ó, de hogy kell. Aha, nagyon lassan mennek, túl lassan. Kicsit érdekes, nem? Mhm. Vétőritelem 257, 10-20 kőmosó, 10-16, 10-15 kocka, bár vége. Itt Edem 303, rendellenesen lassan hajtanak az autópályán. Még egy kicsit megfigyeljük őket vétel. 11. Igaz? Rendellenesen lassan mennek. Elindul. 60-nal, 70-nel, többen nem. Most éppen egy piros 6x6-ot követünk olyan finoman, hogy szerintem már vagy 10-szer kiszúrtak minket. Ezek nem mennek többen, mint 70, de lehet, hogy most már igen. Sheriff Edem 22, 10.45 vonat állomás. 10.4, Lincoln 293, 10.19-es. 10.4, illetve a szolgálatparancsnokot keresem. Vételen.
Hollywood értesített engem, hogy érkezzek ki minél hamarabb. Jelenállás szerint az történt, hogy... Hányan vannak a szerver? Fogalmam sincs. Ilyen dolgokkal nem foglalkozott. Mellett a... Mármint nem a kirúgást követően, hanem állítólagosan visszahallotta a fő publikból, hogy egy hölgytől, hogy egy adott személy, ugye egykori alkalmazottja el akarja tenni láb alól az adott főnököt. Na, szerintem mindezek mellett, ugye, ennyi éppen elég volt, igaz? Felfele. Visszamenjünk. Real, de hogy pörög ma? Hát jó, ezt így követjük és látják, úgyse fogunk, vagy úgyse fognak semmit csinálni. Franklin John. Nem mindig van erős nap. Most ez egy ilyen kis lazább, de ilyen is szokott lenni. Ismerem az úriembert. Változó. De bármikor történhet valami. Tehát igazából. Egy pillanat alatt történhet bármi, még hogyha 40-en vannak is. De nem a létszámtól függ. Esetleg visszamegyünk kapitányságra, Jesse, és hogy történik-e valami, vagy nem. Meg ezek. Edem 303, a piros 6x6-nak a követését felfüggesztettük. Nem vétett szabályokat, szerintem észrevett minket. Visszamegyünk a városba, Vétel. Szóval visszamegyek a kapitányságra, megadni a telefonszámát, esetleg Jesse. Vétel, ezt megköszönöm, köszönöm. Hello, Pyro, hello. Akkor Sheriff Edem 2210. Regény mesélése? Ez nem rádió, nem nagyon rádió téma. Igazából a helyzetet magyaráztam el most az, hogy nem használtam a rádiókódot, igen, ez nálam a megszokott. A harmadik emeleti HRS irodában. De szerintem már hozzászoktak a kollégák is. Én... Igen, a legrosszabb rendőrt játszom, vagy legalábbis próbálom, hát több-kevesebb sikerrel. De... Egyébként én azt bírom, hogy Ákos majdnem suttogva beszél. Tudom, nem tehet róla, vagy nem tudom, hogy tehet-e róla, de nagyon halka a mikrofonja. Meg pont az ellenkezője vagyok, én nem szórakozok. Ébren vagy még, kolléga? Nagyon elcsendesült. Persze, fel. Hát, már azt hittem alszik, mert annyira csendben van. Nem. Te ennyire, én igen csendes vagyok. Ennyire látványosan nem unatkozzon mellettem. Hát akkor folytassuk, abba hagytuk ugye, megyünk a nagy raktárhoz. Az... Ugye az van bejelölve? Igen, csak nem tudom, hogy egy GPS hogy visz. Jó, gyorsan. Én megyek, az... ahova jelölte. 2:20. Nem? Jól láttam? Véletlen. Igen, szerencsére jól megy a GPS. Vételedek 257-10-20 nagy raktár, 10-16-10-45 Jane vége. Aha, most voltak nagy raktárnak. Tessék? Nem hallottam, most voltak nagy raktárnak. Ó, akkor...
Hova mennek? Gymhez. Akkor kis raktár. Ja. Ó, Istenem! Au. Ó. Nem tudok vezetni. Igen, én vezetek. Hello, Toxic. 3-10-45 kis raktár vettem végre. Hát, ha odaérünk és nem töröm össze az autót. Jelölte? Jelöltem. Na hát, akkor próbáljuk meg, hogy gyorsan oda megyünk. Igen, a karakterem az a fajta, aki nem tud vezetni, de nagyon szeretne tudni. És néha vannak jó pillanatai, csak egyre ritkábban. Például, amikor próbálták elrabolni és menekült a pirosok elől, az például nagyon jó volt. Én nagyon élveztem, remélem ők is. Elfelejtettem lekanyarodni. Ó, nálam ez mindig előfordul. Törzsöm, mester? Itt vagyok. Jézusom, néha hiányzik a PD, de a jelenlegi RP-t is nagyon bírom. Hát örülök neki, Pyro. Toxic, köszi a hangot. Ugye, Pyro? Vétredem 2, 57, 10, 44, a GPS koordinátára vége. Jó. Le van hegesztve. Még egyszer? Le van hegesztve. Ó, nem, azt hiszem, hogy csak... bizonyos rang fölött látja. Ezt jól hallom? Igen. Nem csörgött a telefonja? Vegye fel! Adam 303 a kis raktárnál vagyunk. Ajaj. Lövöldözést hallottunk és látunk. Lila ruhások vannak. Au! 10-44. Elment a hangszerűen. Gond lesz. Gond lesz, menekülünk. Meneküljenek. Mi történt? Lila ruhások lövöldöztek a kis raktárnál. Padlógáz. De szerintem itt mennek alattunk. Amennyivel lövöldözés történt, próbálkozzunk. Mi menekülünk. Remélem nem jönnek utánunk. Mivel voltak? Lila Lowrider talán? Miért lövöldözik magukat? Hát nem merek hátra nézni, ne haragudjon. Nagyon szerintem sem. Vétel Béla üldözik magukat? Talán már nem. Á, maguk üldöznek, de most már rendben leszünk akkor. Hó, a kis raktára szemben ott lövöldöztek a lilák. Lövöldözés? A kis raktára szemben, a parkolónál, ott lövöldöztek a lilák. Észrevettek minket, elkezdtek rádiózni meg futni felénk, rögtön padlógázzal eljöttünk onnan. Vétel? Hallanak? Vétel pozitív. Pozitív. Na. Sheriff Adam 22 és 14. Kisak. Ezt láttátok? Lincoln 293, 1098-as. Gyorsan elintézem Portezék problémáját. 14, köszönöm, akkor nem mi megyünk. Vétel Adam 257, 1044, kisak tervége. Elkezdtem szaggatni már megint. Sheriff Adam 22, 1027-es, a kis raktár előtti parkolónál két sportgépjármű, illa sportgépjármű van. Elállták az utat. Thank you.
Hát azért csak eltaláltam. Sheriff Adam 22, keresem szolgálatparancsokat. Vételen. Mi legyen? Vétel jelen pillanatban megálltunk itt a szembe a sikátorba, mindjárt megpróbálok fölmászni a ház tetejére és megnézem egy kicsit közelebbről. Én láttam mindent. Igen, ez az én bajom is. Az nem publikus parkoló egyébként, ez csak úgy érdeklődés szinten. Kolléga, ez nem publikus parkoló egyébként? Figyelek. Vétel a sheriff autónak szeretnénk szólni, próbáljunk. Akkor velem van probléma? Hello, Julia. Az pont nem? Értem, semmi, csak hangosan gondolkoztam. Az, hogy ez publikus helynek számít, azt nem tudom, de... Ja, értem, értem. Szia, szia. Ez érdekes volt ettől függetlenül. Most képzeljétek el, hogyha éppen ott jövünk el lassan, simán ledarálnak minket. Vétel, ahogy nézem, 2, 4... 6 fő 14-es. Véleményem szerint, de a szolgálatparancsnoki az utolsó szó. Én valamilyen szinten hagynám. Hello Miriam, hello, hello. Nyilván. Vétel a helyszínen moshatott el egy Guardian. Pozitív. Szerintem valamilyen konfliktusok volt. Én nem avatkoznék bele. Pozitív. Vétel, akkor minden egységnek térjenek vissza a járőrözéshez, és akkor Jesse-nek törzsdöpáratnál a kapitányságra. Hello. Pozitív, amennyiben nem kell bilincset rám helyezni, akkor igen. Mármint? Hogy nem le kell üljem a büntetést, amit csináltam, vagy valami. Mi van? Negatív. 14-es. No. Vétel, Adam 257-10-19. Edem 303 10-19. Ebben a helyzetben higgyétek el, hogy ez a legjobb döntés. Vétel a kapitányság mellett közvetlenül. Nagy valószínűséggel 10-40 történt. Szerelő már kint van a helyszínen. Jajjaj. Nem tudom, emlékeztek-e a múltkori boltrablásos dologra. Amikor boltrablás volt, kimentünk arra, hogy a kollégák le voltak darálva, és utána kaptuk mi is. Lehet, hogy nem a legjobb dolog, de ha nem vagyunk elegen, nem konfrontálódunk. Ez van. Vétel, Jessica, fent az irodában tudunk találkozni. Pozitív, már itt vagyok. Érkezem. Mi történik? Vétel, kardrára. Kontár Béla, 10-10. További jó szolgálatot. Jobb ilyen is. Jobb ilyen is. Nem, én adom le. Csak az jó van amúgy. Fogalmam sincs. Akkor ebben az esetben, mint a szolgálatparancsnok, amint most végeztem a dolgommal, akkor lent a garázsba, a fönti garázsba újra lesznek osztva azok az egységek, akik itt bent vannak a kapitányságon és szabadok. Miriam, nem... Bocsi. Nem, csak nem akarok problémát.
Ennyi. Már kezdenek mozgolódni. Hát jó. Csak leadom a szolgálatot én is. Igen, hát törzsőrmester értem. Elnézést. Ó, semmi gond. Már is. Nem tudtam, hogy a sorban állás nem fokozott hozzá. Nem, én nem mondtam semmit. Ugyan törzsőrmester, ne vegyem mindent komolyan, és ne értelmezze úgy, ahogy nem szabad. Rendben? Rendben. További jó, szép napot, vigyázzon magára. Önnek is jobb jönést. Na, fiúk, lányok, amúgy is leadtam volna a szolgálatot, de így legalább tökéletesen jó indokom van rá, hogy mármint, hogy a karakterem miért adja le a szolgálatot. Kolléga. Kolléga. Törzsőrmester, hall? Igen. Nagyon jó. Szedje már fel azt a pár tárgyat, amit eldobtak a kollégák. Hát megőrülök. Hol? Itt a földön. Itt a földön. Viszlát. Kreatívkodni veletek, hát. Miriam, te most egyébként hol vagy? Melyik frakiban? Csak úgy érdeklődök. Tudom, hogy IC ügy, nem. Jones, Törzsőrmester 10-10. A rádió maradok és a szükséges szolgálatot tudok rám. Teljesen mindegy nekem egyébként. Csak érdeklődtem. Amúgy is elfelejtem ezeket a dolgokat. Nagyon inaktív vagy? Hát igen. Na fiúk, lányok. Most itt a parkolóban, de... Én megköszönöm a mai figyelmet. Ne menjetek sehova, mert mindjárt rédelünk valakit. Mit beszéltünk itt? Kit rédelünk ma? Hát, ha itt van Fanni, mert ő mondta. Tegnap. Nem megyek kaszinózni, nem mondom. Fanni, itt vagy? Nem vagy itt? Értem. Akkor kit rédeljünk? Nézzük, hogy... Lehet egy papit rédelni. Akkor rédeljük papit. Nem látok hirtelen mást. Na, tudsz valakit, Redby? Mondjad, Redby. Mondjad. Kit? Igen. Na, ha gyorsan, gyorsan, aztán... Ákost? Nem, Zsuzsi? Na most melyiket? Egyszerre kettőt is mondtatok. Szekiszter, na, hármat is mondtatok, na kit? M. Zsuzsi. Jó, ketten mondtátok M. Zsuzsit. Oké, oké. Akkor figyeljetek, holnap meg Ákost fogjuk, jó? Most akkor beírom, hogy M. Zsuzsi. M. Zsuzsi. Látom, látom. Fiúk, lányok, akkor hashtag manóréd, csatlakozzatok minél többen a rédhez, és kövessétek be, jó? Én köszönöm a megtisztelő figyelmet. Le vagyok, nem vagy Miriam, nem vagy leszavazva. Holnap a tiéd jön, de Julia, nem felejtem el Szekisztert sem. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Érezzétek magatokat. Addig is. Sziasztok.